Látni kell, hogy Magyarországon kiugróan rossz a nők munkaerőpiaci helyzete, különösen a gyermekvállalással összefüggésben. A kisgyermekes nők, illetve az idősebb nők esetében is a korosztályi diszkrimináció éles, ami most, hogy a legális munkaerőpiac a gazdasági válság nyomán beszűkült, ezért ez egy olyan hagyományos nemi szerepfelfogással megáldott társadalomban, ahol azt gondoljuk, hogy a férfi dolga, elsődleges feladat a család eltartása, a nőké pedig az otthon békéjének a biztosítása, felerősíti a munkaerőpiaci diszkriminációt. Abszolút indokolt ennek a kérdésnek a kezelése. Összhangban van valójában a kormányzat törekvéseivel, és egyfajta választ ad a női munkavállalás bővítésére, hogy női foglalkoztatási biztos. Az otthon és a munkahelyi teendők összeegyeztetését jobban elősegítő munkavégzési formák bevezetését, ösztönzését is preferálja a gazdasági kabinet. Ez látszik a munkatörvénykönyvének a módosításaiból is, ami az atipikus foglalkoztatási formák, részmunkaidő, támmunka szabályozását megtette. Az tény, hogy a magyar nőknek körülbelül a 70%-án nagyon ideálisnak tartaná azt, hogy részmunkaidőben tudjanak dolgozni, és nagyon csekély a részmunkaidős foglalkoztatásnak az aránya, úgyhogy bőven vannak e téren lehetőségek és tennivalók. Nagyon sok összetevője van annak, hogy 6 hónap alatt mit lehet elérni. Azt gondolom, hogy csodákat nem lehet elérni, az, hogy a témát fókuszba lehet állítani, és lehet olyan intézkedéseket kezdeményezni, amelyek kedvező irányba hatnak. Ez azt gondolom, hogy lehetséges, annál is inkább, mert azért ezzel a témával foglalkozó kutatók már nagyon sok mindent, javaslatot letettek az asztalra, tehát van miből dolgozni a miniszteri biztosnak. Tehát nagyon komplex a probléma. Nyilvánvalóan a gyermekgondozási férőhelyek számának radikális növelése lenne egy megoldás, de abban a gazdasági környezetben, amiben vagyunk, hogy a legális foglalkoztatás keretei igen szűkösek, nincs gazdasági növekedés, nagyon összhangban kell, hogy legyenek a munkahelyteremtő támogatások azokkal a lehetőségekkel, amelyekre gyorsan ráképesek ugrani a gazdálkodó szervezetek.